Köszöntelek, Jónas Nézsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. Vajon miért látjuk másként a dolgokat? Ha felmerül egy kérdés, vagy valamiről véleményt alkotunk, akkor minden ember más-más alapokról indul a válasz, illetve a véleményalkotás terén. Mégpedig olyan alapokról, melyek létezésével és eredetével magunk sem vagyunk tisztában. Olyan milyen gyökerező heurisztikák és gondolati torzítások élnek bennünk, amelyek alapvetően meghatározzák a látásmódunkat. Ezért tűnik néha lehetetlennek, hogy megértsük egymást. Mindegyikünknek különböző a tudása, az információ bázisa. Az életünk során szerzett tapasztalatok is másak, és minden, érze minden tapasztalat más-más érzelmi lenyomatot hagy bennünk. Amikor megítélünk egy helyzetet, vagy egy másik embert, ebben a folyamatban az összes kapcsolódó tudásunk, tapasztalatunk és érzésünk részt vesz. Ez azonban nagy részt a tudatalattinknak a válogatása, melyet megmagyarázni sem tudunk, hiszen számunkra is, számunkra sem teljesen egyértelmű. Ezért nem értjük sokszor, hogy másoknak miért nem ugyanolyan egyértelmű, az, ami nekünk egyértelmű. Amikor azt várjuk el egymástól, hogy egyformán lássuk a világot, akkor tudnunk kell, hogy ez a legjobb szándékunk mellett sem lehetséges. Ami viszont lehetséges és szükségszerű, hogy egy kérdéses dolog kapcsán minél több gondolatot és érzést osszunk meg egymással. Csak a kimondott szó segíthet abban, hogy értelmezni tudjuk, a másiknak a véleményét, a másik megközelítését, és hogy megértsük azt, hogy mi és hogyan befolyásolja az ő véleményét is, és a mi véleményünket is. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek, lájkold, like oszd meg, iratkozz fel a csatornámra, és vállak a többi videómra is. Szia, legyen szép nap!